minden ország számára különbözőek a célszámok, és ezek együtt adják ki az úgynevezett 3x20-at. Tehát a 20% kibocsátás csökkentés, 20% energiahatékonyság növelés, és 20% részarány a megújuló energiákban. De örülök, hogy itt az energiahatékonyságról beszélünk, mert itt azért nagyon-nagyon sokat kell fejlődni még. Az EU-nak is, amelyik a legjobb egyébként a világon, a legjobb térség a világon, de Magyarországnak is. Részint technológiai okai vannak, részint pedig országspecifikus okai vannak. Ha technológiát nézzük, akkor nem tudom, hogy tudja-e mindenki a tévénézők közül, hogy mennyire nem hatékony még az a mód, ahogy energiát állítunk elő, vagy alakítunk át. Ha gőzgépekben gondolkodunk, szerencsére ebből már kevés van, ezek 8-10%-os hatékonysággal dolgoznak. Gőzturbinák, amiből azért sokkal több van, hiszen ezzel állítjuk elő az áram többségét, ezek 25-30%-os hatékonysággal dolgoznak. A belső égésű motorjaink azok 40%-os hatékonyságúak, és az elektromotorok vannak egy 80-85%-os hatékonysággal. Ez pedig csak az energia előállítás, amikor fogyasztjuk, a házainkban ott az energia több mint fele elvész. Ma az épületállományunknak több mint 80%-a, most Magyarországról beszélek, energiahatékonysági szempontból nem jó állapotban van. Ezért mondhatjuk is azt, hogy ugye, bocsánat, hogy megszakítom, hanem csak, hogy a laikus mindig azt gondolja, hogy az ipar viszi el a legtöbb energiát, és az a legnagyobb felhasználó, de mondhatjuk azt, hogy Magyarországon igenis a lakosság a legnagyobb energiafelhasználó? Igen, az épületállományunk, és ebbe azért beleveszem a nem lakás célú épületeket is, az épületállományunkhoz kötődik a legnagyobb energiafogyasztás Magyarországon, és itt vannak a legnagyobb tartalékaink. Tudunk ebben akkor átfejlődni? Igen, természetesen, hiszen a kormányzat ezért is indít időről időre olyan programokat, amiben például a panelépületeket, ahol mindannyian tudjuk, hogy mennyi energia vész el, ezeknek a burkolásába, illetőleg a szigetelésére vannak programok, amik pontosan ezeket segítik, de ez ugyanez igaz a magánszemélyekre is, ezzel gyakorlatilag elősegítve azt, hogy az épületállományunk is valóban hatékonyan, és ne a semmibe vesszen el az az energia, amit felhasználunk. És hát azért van még egy sajátságos kérdése, amiről megfeledkezünk, hogy nem csak télen használunk el rengeteg energiát, ugye most, amikor nagyon nagy a klímaváltozás, és most már tetten érhető az is, hogy ebben azért az emberi közreműködés az egyik legnagyobb okozó, éppen ezért az, amit ilyen klímaberendezésekkel, egyebekkel használunk el nyaranként, hát azt is ebben nyugodtan bele lehet számolni, úgyhogy azt gondolom, hogy ezek együttesen biztatnak részben arra bennünket, hogy ne csak ezeket az épületeket tegyük és szigeteljük, hanem azért saját magunk is tegyünk azért, hogy kevés energiát fogyasszunk. Épp a múltkoriban olvastam, hogy valahonnan Európa északi részéről voltak itt vendégek, és ugye szóvá tették, hogy közintézményekben milyen meleg van, ami mondjuk elég sajátságos, úgyhogy például ez is lehet egy módja annak, ami a megtakarításokat jelenti. Ezért is jó ez a március 6-a, bár hozzáteszem, hogy március az olyan hónapunk, amikor vízvilágnapja, szintén márciusban van meteorológiai világnap, tehát majd minden nap azért a tavasz hozzá segít ahhoz, hogy mi magunk is azokat a felkiáltó jeleket figyelembe vegyük, hogy egyáltalán a környezetünk mennyire használjuk, hiszen 1,7 bolygót használunk, ehhez képest csak egy földünk van.